Sziasztok, Kata vagyok, ő pedig Bora, és ma megtanítjuk keresni. Első lépésként a kutyának a vezényszót tanítom meg, ehhez közelre lerakom a labdát, hogy lássa, és kiadom a vezényszót. Maradsz? Keresd! Következő lépésként úgy dugom el a tárgyat, hogy a kutya végig lássa, hogy hova teszem, és egy kicsit lógjon is ki lehetőleg. Marad. Keresd. Szuper! Ezt követően a kutya még végig nézi az elrejtés folyamatát, de már nem látja magát a tárgyat. Marad. Ez szuper! Ha már ez is jól megy, akkor három helyen is úgy csinálok, mintha eldugnám a tárgyat, de értelemszerűen csak az egyik helyen hagyom ott, a kutya végignézi a folyamatot, de nem tudja, hogy pontosan hol van a tárgy. Keresd! Jaj, de ügyes vagy, szuper! Most már csak az van hátra, hogy a kutya ne lássa az elrejtés folyamatát sem, és önállóan az orrára hagyatkozva kell megkeresnie a játékot. Ennél a feladatnál nagyon fontos, hogy a kutyát hagyjuk önállóan dolgozni, és ne segítsünk neki, azzal ugyanis csak azt érnénk el, hogy folyamatosan tőlünk várná a visszaigazolást. Keresd! Nagyon ügyes vagy! Ez a feladat nagyon jó a kutya mentális energiáinak a levezetésére, az ősi vadászt ösztönből eredő szimatolást tudja itt használni, eső napokon lakásban is ideális elfoglaltság.